Ez a Pannon Televízió fél hatos híradója. Köszöntöm a nézőket, Friedrich Gertrud vagyok. November 10-e van, Réka és Leó névnapja. 93 éve ezen a napon született Ennio Morricone, olasz zeneszerző, 51 éve pedig szintén ezen a dátumon nyitották meg a turisták előtt a kínai nagyfalat. Most érkezzenek a nap kiemelt hírei, először csak röviden. Kevesebb koronavírusos szemét azonosítottak Szerbiában, mint egy nappal korábban. 18.813 tesztből 4.606 lett pozitív. Megközelítőleg 1000 illegális bevándorlót gyűjtöttek össze, majd szállítottak befogadó központokba a szerbiai rendőrség tagjai. Holnap állami ünnep lesz Szerbiában, a közintézmények többsége zárva lesz. Érmekkel tértek haza a korosztályos Balkán, valamint a mediterrán bajnokságról a magyar kanizsai Potisje birkózói. Kevesebb az új koronavírus fertőzött Szerbiában, mint egy nappal korábban. Most 4606 pozitív esetet igazoltak, előző nap még 5103-at. 61 Covid beteg hunyt el. Kórházban 6614 pácienst kezelnek. Lélegeztetőgép segítségére 277-en szorulnak. Az elmúlt 10 napban nőtt az oltakozási kedv Szabadkán, állítják az illetékesek, bár továbbra is a harmadik dózisért állnak sorban legtöbben, duplájára emelkedett az első adag vakcinát felvevők száma is. Mától a Moderna oltóanyaga is felvehető a szabadkai Újvárosházán kialakított oltóponton. A hivatalos adatok szerint eddig 18 ezer szabadkai polgár vette fel a koronavírus elleni vakcina harmadik adagját, ez a teljes felnőtt lakosság 16%-a. A beoltottak aránya 47%-os, ami jóval az országos átlag alatt van. Az utóbbi napokban azonban megnőtt az első adag oltást igénylők száma, különösen amióta bevezették a védettségi igazolás szükségességét a vendéglátóhelyeken. A fiatalok, illetve a vendéglátóipari dolgozók is sorban állnak az oltásért. A 19 éves Jelena Jokszovic is felvette a vakcina első adagját. Ja sam se odlučila konkretno zbog porodice, jer su u pitanju malo stariji ljudi, pa više da njih ne bih ugrozila, konkretno za mene ništa posebno, zbog njih i to je to. Šta poručujete ostalim mladima? Da li da se vakcinišu? Pa mislim da više trebaju da gledaju po sebi da li im je bitno, da li im nije bitno, koliko su im njihovi bliski bitni i da po tome odluče. Da li si možda primila i zbog toga da bi mogla ići na žurke, znači da bi mogla izlaziti, putovati i ostalo stvari? Pa zbog putovanja najviše. To je ajde druga najbitnija stvar. Káta Petrovics a második adag vakcinát vette fel, sokáig gondolkodott, hogy beoltassa-e magát. Az interneten nagyon sok, akik ellenezték ezeket, és akkor nehéz volt átgondolnom, hogy mit is csináljak, hogy felvegyem-e. És akkor úgy döntöttem, hogy lelkiismeretemre hallgattam, és felvettem. Az asszony hozzátette, az is arra ösztönözte, hogy felvegye a vakcinát, hogy a környezetében most a negyedik hullámban sokan megbetegedtek és meg is haltak. Az oltóponton dolgozó dr. Nikola Filipovics általános orvos megerősítette, hogy nőtt az oltakozási kedv Szabadkán. Последние две до три недели полако починje и povećanje broja mladih što se tiče vakcinacije, sad da li je to u pitanju COVID propusnica ili prvenstveno zdravstveni razlog, stvarno to ne znamo, ali neki broj se povećao. Bilo je, kažem, na nekom dnevnom nivou 50 do 60 prvih doza, danas je to stotinak prvih doza, ali i dalje prevladava broj trećih doza. Sada imamo povećan obim posla zadnjih desetak dana. To su oni ljudi kojima je isteklo 5-6 meseci nakon druge doze, kada je maja bilo veliko interesovanje, tako da sada oni uglavnom dolaze na treću dozu.
A szabadkai Újvárosházán található oltóponton továbbra is minden nap 8-tól 19 óráig várják az oltakozni vágyókat. Három egészségügyi csapat áll a vakcinációra érkezők rendelkezésére, azzal, hogy csütörtökön, november 11-én az állami ünnep miatt szünetel az oltás beadása, tehát az oltópont nem működik. Péntektől azonban ismételten várják azokat, akik beszeretnék oltatni magukat a koronavírus ellen. Egyre több koronavírusos beteget kezelnek a szabadkai közkórházban, emiatt folyamatosan bővítik a COVID részlegeket. Dr. Gordana Krtinich járványügyi szakorvos elmondása szerint csak az elmúlt hétvége alatt 60 új súlyos állapotban lévő koronavírusos beteget vettek fel a szabadkai közkórházba. Sada imamo i mlađih pacijenata, najmlađi je 21 godinu, najstariji je 90 godina, tako da imamo ih svih godišta, to su i dalje uglavnom nevakcinisani pacijenti. Prosek nekih pregleda na dnevnom nivou koje obavimo u respiratornoj ambulanti i dalje se kreće oko 100 i tu ne padamo, a broj prijema svakoga dana je između 20 i 25. Trenutno se u COVID delu bolnice nalazi 163 pacijenta, od toga je 18 pacijenata u jedinici intenzivnog lečenja sa najtežim kliničkim slikama, od njih 18, 17 je na respiratoru. A szabadkai koronahelyzettel bővebben is foglalkozunk a közügyekben a híradót követően. És Magyarországon is szedi áldozatait a koronavírus, meghalt 98, többségében idős krónikus beteg, és újabb 8434 koronavírus fertőzöttet találtak, közölte a koronavírus.gov.hu. A vírus megjelenése óta eddig 31619 ember hunyt el. A magyarországi kórházakban 4830 koronavírusos beteget ápolnak. Közülük 463-an vannak lélegeztetőgépen. Holnap állami ünnep lesz Szerbiában, az első világháborút lezáró fegyverszüneti megállapodás emlékére. Több közvállalat és intézmény munkaideje is megváltozik, vagy zárva tart, így ügyintézés előtt érdemes mindenképpen tájékozódni. Holnap az óvodák, a bölcsödék és az iskolák is zárva lesznek. Az egészségházak többségében ügyelet lesz. Befejeződött az építési munkálatok első szakasza a Continental autóipari cégcsoport második szerbiai gyárában az Újvidék melletti Kátyon. A német cég befektetésének köszönhetően több száz új munkahely jön majd létre az országban. A munkálatok a tervek szerint jövő év szeptemberéig teljes egészében befejeződnek. A Continental első, márciusban nyílt újvidéki gyárában már folyamatban van a technológiailag fejlett és összetett elektronikai termékek gyártása az autóipar számára. Az automobilska industria prolazi kroz duboku i brzu transformáciu. Mobilnost budućnosti će izgledati potpuno drugačije. Kako bi se smanjila zagađenost, povećala bezbednost i komfor i kako bi se optimizovalo vreme trajanja vožnje, vozila će biti električna, potpuno povezana i autonomna, a iskustvo korisnika će biti fantastično. Az új, közel 500 embernek munkát biztosító modern gyár kiépítése egy újabb, kiváló bizonyítéka a Németország és Szerbia közötti kitűnő gazdasági viszonyoknak, nyilatkozta Thomas Schieb, német nagykövet. Even during the COVID-19 pandemic, the dynamic development of our economic relations seems to have carried on unabated. I'm confident that this positive trend is going to continue. I'm happy to say that bilateral relations between Serbia and Germany are, generally speaking, very good and close. A most épülő gyáregyüttes kulcsfontosságú fordulópontot jelenthet Szerbia fejlődésében, hangsúlyozta Aleksandar Vučić, szerb államfő. Njen doprinos bruto domaćem proizvodu biće najveći u odnosu na sve fabrike koje imamo u Srbiji. Njen izvoz biće najveći u poređenju sa svim fabrikama koje imamo u Srbiji. I to je ogromna stvar i fantastična veza za našu celu zemlju, ali i za Sever Srbije, za Vojvodinu, za Novi Sad, za sve ljude. A végső szakaszban a gyárépületnek több mint 30 ezer négyzetméter termelési és irodai területe lesz, amivel a Continental egyik legnagyobb gyára lesz.
A gazdasági társaságokra vonatkozó törvénymódosításáról tárgyal a szerbiai parlament. Ez fontos lépés a kedvezőbb gazdasági környezet megteremtése felé. Szerbia az elmúlt időszakban is több lépést tett a gazdasági szabályozás Európai Uniós jogharmonizációja érdekében. Az elmúlt egy év során történt jogszabályi módosításokat az Európai Unió is jónak értékelte a Szerbiára vonatkozó országjelentésben. Emelte ki felszólalásában Kovács Elvira, a parlament integrációs bizottságának elnöke, a VMS köztársasági képviselője. Mi svakako pozdravljamo ove predložene izmene i dopune. Nadalje, izveštaj Evropske komisije kaže da u narednoj godini, dakle u ovom periodu Republika Srbija treba naročito da izvrši dodatno usklađivanje sa pravnim tekovinama Evropske unije u pogledu privrednih društava, uključujući preuzimanje privrednih društava i prava akcionara i preduzme da je zakonodavne korake za usklađivanje sa zahtevima u pogledu transparentnosti za listirana društva, na čemu je kako ministarstvo radilo, tako smo i mi odradili svoj deo posla. Megközelítőleg 1000 illegális bevándorlót gyűjtöttek össze, majd szállítottak befogadó központokba a szerbiai rendőrség tagjai. 7 embert pedig őrizetbe vettek a belügyi szervek, őket embercsempészet szervezésének gyanújával fogták el. Az akciót a belgrádi, a szabadkai, a zombori, a nagykikindai, a sabaci, a krájevói, a vrányai és a novi pazári rendőrség bonyolította le egy nemzetközi akció keretében. Szabadkán az egyik bevásárló központ parkolójából is több migránst összeszedtek és elvittek. Alexander Bulin belügyminiszter szerint az ország nem válik a bevándorlók parkolópályájává, és annak ellenére, hogy Szerbia humánusan cselekszik, a törvények mindenkire ugyanúgy vonatkoznak. Naš svakodnevni život neće i ne može biti ugrožen i naš svakodnevni život ne može da postane žrtva i predmet rada krijumčarskih bandi. Država Srbija će ispunjavati svoje međunarodne obaveze, ali država Srbija će voditi računa o svakodnevnom životu svih naših građana. Horgoson és környékén is sok a migráns, a helyiek szerint a hatóság emberei tegnap ugyan onnan is elszállították az illegális bevándorlókat, de ennek ellenére most is nyüzsögnek a település központjában lévő bolt és pékség előtt. A lakosok elmondták, már nem csak este, hanem reggel sem mernek kimozdulni otthonról. Nyitri Guci Hajnalka és Guci Géza pár éve költözött Horgos központjába, többek között azért, mert már féltek a migránsoktól. Tanyájukon két generáció is felnevelkedett, de mint mondják, a ház azóta már rossz állapotban van, mivel az illegális bevándorlók betörték az ajtókat és az ablakokat, és a villanyórát is felfeszítették. Nem merünk kimenni, még nappal sem merik kimenni, mikor rágondolok végem, hogy mi van ottan, mit hagytunk ott, és itt hát meg kell húzódni, ahogy úgy, ott meg ott hagytuk, ami rendezett volt. De szüleimnek a házas az autóton kívül volt, már alig van benne épp dolgok, ajtót, ablakot, mindent tönkretettek. Nem csak a település központjában, de a Horgos 2 határátkelőhely felé vezető úton is lehetett találkozni migránsokkal. Főleg a határ közelében lévő elhagyott romos épületekben húzódnak meg, onnan sétálnak minden nap vásárolni, pénzt váltani. A migránsok mindent eltüzelnek, ami csak útjukba kerül. Kint a gyümölcsösönben volt egy kis ház, még kisebbek voltak az unokák, nagyon szerettek ottan minden, azért megcsináltuk. De úgy tönkretették mindent, az asztal széktű, mindent főtüzeltek. Bútort, mindent leégetnek, összeégetnek mindent. Hát nem merünk kimenni, este már zárjuk az ajtót, meg nem merünk a faluba gyűnni. Hát ez az egy falugondok, ő nem bír maga mindent csinálni. A helybeliek elmondták, a hideg beköszöntével már tavaly is megnövekedett a betörések és a rongálások száma. Attól félnek, hogy ez idén sem lesz másként. Migránsok százai torlódtak fel a lengyel-belorusz határon is, céljuk, hogy az Európai Unió területére jussanak. A hírek szerint a belorusz oldal erdőiben pedig még több ezren tartózkodnak. A Fehér Oroszországgal határos uniós tagállamok határaihoz, főként a lengyel-belorusz határhoz hónapok óta érkeznek az illegális bevándorlók. Az uniós tagországok azzal vádolják Lukasenka fehér orosz elnököt, hogy a migráció gerjesztésével áll bosszút az uniós szankciókért, amelyek a tavaly
tavaly augusztusi elnökválasztást követő ellenzéki mozgalom elfojtása miatt sújtják az ország politikai elitjét. A lengyel hadsereg a kialakult helyzet miatt időközben 12 ezerre növelte a katonai erőbevetését a határövezetben. Az eset kapcsán a nemzetközi politikai helyzet is fokozódik. Charles Michel, az Európai Tanács elnöke Varsóban tárgyalt Mateusz Morawiecki lengyel kormányfővel. Angela Merkel német kancellár pedig telefonon egyeztetett Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Nézzük, mi lesz még a híradóban. Palics lesz a házigazdája a 2022-es Gyöngyösbokrétának és Durindónak. Holnap a maihoz hasonló száraz, napos időre készülhetünk Vajdaságban. Mielőtt tovább mennénk, kapcsoljuk a közügyek stúdióját, ahol a híradót követően Farkas Aténe számít a figyelmükre. Szia, milyen témákkal készültetek ma? Szia, köszöntöm a nézőket! Mai műsorunkban szó lesz a szabadkai és a zentai járványhelyzetről, majd megmutatjuk, hogyan újul meg a zsabjai katolikus templom. A stúdió vendége lesz Apró Tibor orgonaépítő, aki egyedüli ebben a szakmában, Szerbiában. Megmutatjuk, miként próbálták megmenteni a sóskopót, majd Márton napra készülünk. Ősszel is van teendő a kertekben, ehhez adunk tanácsokat, majd pedig megismerhetnek egy olyan gyermekfoglalkozást, amely közelebb hozza egymáshoz a kicsiket és szüleiket. Várom önöket a híradó után. Köszönjük szépen! Az 1944 őszén elkövetett magyar ellenes atrocitások áldozataira emlékeztek Zentán keddeste. A Tisza hídnál lévő emlékkopja fánál koszorúztak a résztvevők. 77 év telt el azóta, hogy 1944. november 9-éről 10-ére virradó éjjel 65 zentai polgárt a tiszaparti füzesbe hurcoltak, majd tarkulövéssel végeztek velük. A feljegyzések szerint azonban az áldozatok száma meghaladja a 100-at. Mindig, amikor magyar-szerb konfliktusok voltak, akár a szabadságharcban, akár a világháborúkban, Zenta sok, illetve nagy számú civil áldozatot adott, illetve civil áldozatot szenvedte el ezeket a történelmi viszontagságokat Zenten, és ezért fontos erről emlékezni, hogy a jövő nemzedékei tudják, hogy ezeket a konfliktusokat mindenféleképpen el kell, hogy kerüljük, és hogy egy konstruktív együttműködésbe kell, hogy együtt éljünk a szomszédainkkal. A Szent István templomban emlékműsét tartottak, majd azt követően a megtorlások helyszínéhez vonultak az emlékezők. A 2006-ban emeltetett kopjafánál Homolya Ákos, a zentai önkormányzat tanácsosa osztotta meg gondolatait az egybegyűltekkel. A délvidéki magyarság, ezen belül az zentai magyarság megmaradásának záloga, a múltunk egyik emléke, a 44-es megtorlás, hiszen a nyelv, a kultúránk, a vér mellett ez az a kapocs, mely bennünket összeköt, megtartja, sőt fejleszti közösségünk identitásunkat, meghatározva jövőnket itt Zentán, a Tisza mentén. A megemlékezés koszorúzással zárult. Bezdán lesz a 2022-es Dunatáj Kupa házigazdája. Erről is döntöttek a Dunatáj Egyesülés által szervezett nyugatbácskai művelődési egyesek, valamint civil szervezetek éves tanácskozásán Zomborban. A jövő évi terveket is ismertették, valamint a szabadkai székhelyű VM4K is bemutatkozott a találkozón. A megbeszélésen egyebek mellett összefoglalták az előző év eseményeit, valamint a jövőre tervezett programokról is szó esett. Igyekezünk a saját időrendünket a jövő évre megcsinálni, tehát hogy a jelesebb ünnepekre, a saját rendezvényeinkre már most az év végén, a jövő évre belőjük úgymond a dátumokat, hogy egymás, mivel egyre kevesebben vagyunk mi is a szórványba, tehát egymás rendezvényre lehetőleg ne szervezzünk rá, tehát hogy el tudjunk menni egymás rendezvényre minden nagyobb számban. A Vajdasági Magyar Képző, Kutató és Kulturális Központ is ismertette munkáját. A VM4K-nak folyamatosan vannak olyan rendezvényei, amelyek együttműködésben valósulnak meg, emelte ki Lukács Lilla, a VM4K munkatársa.
A legfrissebb és legnagyobb projektünk a szeptemberben megvalósuló Vajdaság Tótfaluba költözik nevű rendezvényünk volt, ahol tulajdonképpen egész Vajdaság szerte vendégül láttunk látogatókat is, kiállítókat is, és hát szorosan együttműködtünk a Nyugat-Bácskai Egyesülettel, és ők is közvetítettek hozzánk néptánccsoportot, illetve kulturális programokat. Nagyon erős civil közösségek vannak ezen a tájon, hangsúlyozta Hajnal Jenő. Az MNT elnöke kiemelte, hogy ezek olyan közösségek, amelyek nem csak megfogalmazzák elképzelésüket, hanem meg is valósítják azt, tette hozzá. A problémák megoldásában mindig az összefogás erejét érzi, és ami a legfontosabb, hogy minden gond, baj, fogyás ellenére azért ezek az emberek jókedvűek, jóhangulatúak, és valahol mindig úgy érzik, ebben a tájban, a levegőben is benne van, hogy a szülőföldön való itthonmaradás, boldogulás az nagy mértékben tőlük függ. Tőlük, emberektől, akik törődnek nem csak önmagukkal, nem csak egyesületükkel, szomszédjukkal, hanem közösségükkel is. A megbeszélésen a 2022-es Dunatájkupa helyszínéről és időpontjáról is döntöttek. Az esemény házigazdája Bezdán lesz szeptember 10-én. A 2022-es sorozatban 58. Gyöngyös Bokrétának és a 45. Durindónak pedig Palics lesz a házigazdája, áll a fesztivál tanács közleményében. Az illetékesek örömüket fejezték ki, hogy egy olyan településre érkezik majd a rendezvény, ahol még nem járt. A Durindó és Gyöngyös Bokréta fesztivál tanácsa pályázatot hirdetett a sorra kerülő Gyöngyös Bokréta és Durindó fesztivál megrendezésére. A felhívásra október 25-ig a Bácskában tevékenykedő művelődési szervezet, a népművészeti közösségeket összefogó egyesületet, intézmények nyújthatták be pályázatukat. A tanács egyhangulag döntött Palics mellett. Ruhaosztási akciót szervezett ma délelőtt a Magyar Kanizsai Kuckó Nagy Családosok Egyesülete a helyi Vörös Kereszt épületében. Az egyesület 24 családot és 54 gyermeket számol, és bármikor bárki csatlakozhat a szervezethez, melynek célja segíteni és támogatni a polgárokat. A szervezők minden adománynak nagyon örülnek, de legnagyobb szükség a tartós élelmiszerre van, nyilatkozta Máté Nikoletta, az egyesület elnöke. Ezeket az akciókat most nem csak nagy családosok számára, hanem az egész Kanizsa község családjai számára csináltuk. Akiknek szüksége van rá, rászorulók vihetnek ingyen mindenféle ruhát, de aki szeretne, támogathat bennünket, és ezzel támogassa majd a gyerekeknek a karácsonyát, a télapócsomagját. A meleg ruhákra pedig minden bizonnyal szükség lesz, hiszen a következő napokban is marad az igazi őszi időjárás vidékünkön. Holnap a maihoz hasonló száraz, napos időre készülhetünk. A nappali maximumok 12 fok körül alakulnak, hajnalban pedig fagyponthoz közeli értékeket mutathat a hőmérő hiányszála. Komolyabb változásra pedig a hét hátra lévő részében sem számíthatunk. A frontok elkerülik térségünket, csapadék nem lesz, a köd képződés esélye viszont megnő. Egy arannyal, két ezüsttel és egy bronzéremmel tértek haza a korosztályos Balkán, valamint a mediterrán bajnokságról a Magyar Kanizsai Potisje Birkózó Klub tagjai, akik egyben a Vajdasági Birkózó Akadémia növendékei is. Az akadémián az őszi szünetben is folynak az edzések. Sikert sikerre halmoznak a Potisje Birkózó Klub tagjai. A nemrégiben Görögországban megrendezett versenyeken is szép eredményeket értek el a magyar kanizsai tehetségek. Rekecki Botan mediterrán bajnoki bronzérmes lett, a junior mediterrán bajnokságon pedig Fábián Orsolya és Losont Szabolcs is második helyen végzett. Újhelyi Evelin pedig U15-ös Balkán bajnok lett az 54 kg-osok kategóriájában. Első helyzet lettem, aminek nagyon örültem, hogy ennyire jól teljesítettem, és sokat készültünk. Itt az akadémián több esélyem volt, mert több lány van, és jobb a feltételek és a felszerelések is. Az akadémián az őszi szünetben is folynak az edzések. A fiatal birkózók most a fizikai felkészülésre összpontosítanak.
Ez az elmúlt két hónap alatt azért kikristályosodik, hogy az ide látogató 30-40 gyerek közül, aki közül 23 bentlakó, ezek közül azért 6-8 kivételes tehetségű, és amit mindig is mondunk, ugye, hogy a birkózás az egy olyan sportág, hogy egymaga az ember igazán nagy birkózó nem tud lenni, ezért kellenek az edzőpartnerek. Az akadémia területén jelenleg is zajlanak a munkálatok. Mintegy 40 millió dináros önkormányzati támogatásból az épület külterületén több síkon is folyik az építkezés. Kültéren pillanatnyilag egyrésztől az utca hálózat épül és ír össze, másrésztől pedig a maga a kommunális infrastruktúra, tehát víz, szennyvízvezeték, gázvezeték, telekommunikációs hálózat és parkolók épülnek ki, úgyhogy ilyen értelemben egy teljes külső infrastruktúra fog elkészülni, nagyon bízom benne, hogy az év végéig. Az akadémián hétvégén sem lesz szünet, ugyanis a szerbiai felnőtt birkózó liga első fordulóját Szabadka mellett Magyarkanizsán tartják meg. Eddig tartott a híradó, nézzük, melyek voltak kiemelt témáink. Kevesebb koronavírusos szemét azonosítottak Szerbiában, mint egy nappal korábban. 18.813 tesztből 4.606 lett pozitív. Megközelítőleg 1000 illegális bevándorlót gyűjtöttek össze, majd szállítottak befogadó központokba a szerbiai rendőrség tagjai. Holnap állami ünnep lesz Szerbiában, a közintézmények többsége zárva lesz. Érmekkel tértek haza a korosztályos Balkán, valamint a mediterrán bajnokságról a magyarkanizsai Potisje birkózói. Köszönjük figyelmüket, további hírek és információk honlapunkon a pannonrtv.com-on. Itt a televízióban hamarosan kezdődik a közügyek, tartsanak velünk, ha tehetik. Én 8 órakor friss hírekkel várom önöket. Addig is viszontlátásra!